you when I'm breathing. I only need you when my heart is beating. You are the color that I'm bleeding. I only miss you. Mekkora szerepet kap a elkövetkezendő években szentesen a turizmus? Alapvető feladattá, hisz a két nagy ágazat, amelyik foglalkoztat a mezőgazdaság, élelmiszeripar, illetve az elektronika, mellé szeretnénk dinamikusan fölfejleszteni a turizmust. A turizmusnak a sportturizmushoz, a szabadidő eltöltés és a rekreációhoz kapcsolódó részét, és végem azokon a kiállításokon, ahol a célközönséget el lehet érni, meg kívánunk jelenni, és ez a kiállítás is az, ahol az ország utazási szakértői, az utazást szervezők, és majd utána nagy közönség is a hétvégén láthatja a kínálatot. Amikor megismerkedik valakivel és invitálja, mint magánember Szentesre, akkor mit mond? Miért jöjjenek el? Azért, hogy gyere ki a nagyvárosból, a zajból, a stresszből, egy kicsikét érez újra fiatalnak magadat, mindegy, hogy a születési bizonyítványodban mi van beleírva, mert Szentesen a csend, a béke, a nyugalom, ugyanakkor a kultúra, a mozgás és a sport mindenkit fiatallá tesz, 0-tól 99 éves korig, a családokat, az egyéneket, egy nagyszerű találkozó pont és egy nagyszerű kihívás minden embernek, hogy megmutassa magának is, meg a környezetének is, hogy a fizikai képességei jól vannak, és egy nagyszerű élményt szerezzen magának. Egy ilyen rendezvény után érezhetően megnő a turizmus, illetve a turisták létszáma Szentesen? Igen, és egyrészt másrészt az, hogy aki itt nincsen, az a szakma palettáján sincs ott. Tehát van egy reklámmodat, amelyik azt mondta, ha aki nincs ott, az kimarad. Ez tényleg így van. Tehát aki lekerül a térképről, utána nagyon nehezen megy vissza. Ezért is tartjuk ez fontos. Ez egy inkább találkozópont a szakmának, az embernek a találkozópontja. Nyilván vannak olyanok, akik felfedezik a várost. Egyébként nagyon sok polgármester kollégával, utcási szakemberrel is találkozom. Tehát ez azon túl, hogy egy ilyen várost bemutató és idegenforgalmi program. A tárgyalásom egy például mámra négy tárgyalást is ide szerveztem, mert más egy szobába beszélgetni, és más mondjuk itt, amikor a város képei mellett, vagy egy szomszédváros polgármester azt mondta, hogy te jó ég, milyen rég jártam Szentesen, átmegyek a családra, és picikét örömmel várjuk. A mellettünk lévő stand éppen a környékbeli, Budapesten már ezt kell mondanunk, a Békés Csabaiaké, akik szorgosan gyúrják a kolbászt. Nálunk a Lecsó Fesztivál lesz annyira híres, mint náluk a kolbász? Én gondolom, van olyan híres. Nyilvánvalóan minden konkurenciát megnézünk, mindenkitől picit tanulunk, néha megerősítjük magunkat, hogy ezt jól csináljuk, és utána ellesünk olyan dolgokat is, amelyeket már mi építünk be a saját programunkba, nyilván nem plágium formájában, hanem továbbfejlesztve, és Szentesi Végy úrva. Kiállítás első napján beszélgetünk, néhány óráig nyitott meg a kiállítás. Mérhető már, hogy mekkora az érdeklődés Szentes iránt? Én azt gondolom, hogy nem bocsátkoznék még semmilyen becslésbe, de azt tudom, hogy még 5 perc szünetünk nem volt, úgyhogy minden vendégünk kitöltette a kérdőíveket. Hütőmágnest adunk a kérdőívek kitöltéséért cserébe, úgyhogy nagyon sok érdeklődőnk van. Milyen kérdések szerepelnek ezen a kérdőíven? A város népszerűsítő kérdőívet kell a vendégeinknek kitölteni, ajándékokat nyerhetnek cserébe, könyvet, bögrét, pólót, illetve a fődíjunk az üdülőközpontba szóló két fő részére egy hosszú hétvégét lehet nyerni. Azért állnak meg elsősorban, mert hogy konkrétan Szentest keresték, vagy pedig azért, mert hogy gyönyörű a strand? Vannak visszatérő vendégeink, tehát vannak olyan vendégeink, akik kifejezetten azért jönnek ide a standunkhoz, mert vagy ismerik Szentest, vagy van valamilyen szentesi kötődésük, vagy pedig az a figyelemfelhívó stand keltette fel az érdeklődésüket, amit a háttérben látható. Egyre fiatalosabb a dizájn, egyre fiatalosabb az arculat, erről korábban már sokat beszélgettünk. Volt már arról visszajelzés a leendő látogatók részéről, hogy mennyire tetszik nekik az új logó, az új embléma? A logóval, emblémával kapcsolatban még nem kaptam visszajelzést, viszont a standnak a színei nagyon megtetszettek a vendégeinknek, tehát valóban vidám, élénk színekről van szó, meleg színekről, hívogató színekről van szó,
úgyhogy nagyon jó érzéssel jönnek ide hozzánk, és jó érzéssel ülnek le megpihenni a székeken, és töltik ki akár a kérdévet, akár lehetőségünk nyílik egy pár perc erejéig velük személyesen is elbeszélgetni. Én gondolom, hogy nagy jelentősége van. Elsősorban a fiatalokkal kell ilyenkor kapcsolatot létesíteni, vagy inkább az idősekkel? És akkor most nem fogadom el azt a választ, hogy mindenkivel. Hát tulajdonképpen pedig azt fogom tudni rámondani, hogy minden célcsoport érdekes számunkra, nyilvánvalóan a város szempontjából leginkább a fiatalok, leginkább a kisgyermekes családok és a nyugdíjas korosztály az, akikre számítunk és akit invitálunk. De ezen kívül nem zárkózzunk el természetesen semmilyen vendégtől, és bármilyen kérdés van, megfelelő válaszokkal igyekszünk az igényeiket kielégíteni és a kérdéseikre válaszolni. Az idei idegenforgalmi szezonban van esetleg olyan rendezvény Szentesen, ami tavaly vagy tavaly előtt nem volt? Minden olyan nagy rendezvényünk idén bemutatásra kerül abban az új eseménynaptárban, amelyeket a vendégek már kézbe kaphattak. Az idegenforgalmi szempontból lényeges nagy rendezvények kerültek itt bemutatásra ebben a kis kiadványban, tehát gondolok itt a Télbúcsúztató Karnevára, a Lecsó Fesztiválra, a Térfesztiválra, a Szárnyas Napokra, vagy a kistérség programjai közül a Fábián Sebestyénen zajló Lovas Napokra, vagy éppen Derekegyházán a Palacsinta Fesztiválra, hiszen ezek az események is, ezek a programok is szívet melengető napokat ígérnek a látogatóknak. Ez alatt a 4 nap alatt nem csak meg lehet csodálni a szentesiek standját, hanem különböző rendezvényeken, különböző akciókon, kis megmozdulásokon is részt vetnek. Pontosan mik lesznek ezek? 2012-es év az olimpia jegyében telik, ezért az idei év újdonsága az az olimpiai pavilon, ahol a sportolókkal találkozhatnak a látogatók. Az olimpiai pavilon rendezvénye ingyenesen megtekintetők, akár a mi vendégeink számára is, illetve mi is kedveskedünk a vendégeinknek, a szombat, illetve a vasárnapi napra gondolok, amikor a szombati napon egészen konkrétan az Alibi Együttes fogja vendégeket szórakoztatni, majd ezt követően kerül sor autogramosztásra itt a standunknál, az ő fellépésüket követően pedig Hajdú Balázs stand-up fellépésére kerül sor, szintén a nagy színpadon, majd ezt követően szintén ő is fogadja a látogatóit, és a vasárnapi napon pedig a Back to Black zenekar frontembere Bebe szórakoztatja a látogatóinkat, és szintén várja utána az iránta érdeklődők, kíváncsi látogatókat és a rajongókat a standunknál. Jó néhányan megfordultak már az üdülőközpont standjánál. Mi az, ami leginkább érdekli az ide látogatókat? Tömegek hömpölyögnek itt a sétáló utcán. Érdeklődnek szerencsére. Különböző ajánlatokat kínálunk mi is. Próbálok egy összeszedett csomagot adni a kedves érdeklődőknek, térítési díjakkal, programajánlóval, és mindenféle információval ellátni, ami érdekli őket. Hát az érdeklődőknek el szoktam mondani, hogy a szauna részlegünk folyamatosan megújul. Ti már gondolom tudjátok, meg a kedves nézők is, remélem, hogy a szauna részlegünkben történik folyamatos változás gyakorlatilag. Ez a wellness részleg fejlesztése, ami egy kültéri finn szauna a szaunaház tetején, valamint egy kétszemélyes infraszauna. Az üdülőközpont fa, valamint kőházakkal vendégül tudja látni kedves érdeklődőket. Faházak 2, valamint 4 személyesek, kőházak szintén 2 és 4 személyesek. A felújított kőházak a terület legtúlsó részében találhatóak. Ezeket azért emelném ki, mert az az érdekességük, hogy a kurcára néznek, és szerintem nagyon szépek, felújítottak. 2+1-es, így a pontos. A vendégek honnan érkeztek az elmúlt esztendőben, 2011-ben, és történhet ebben változás az idén? Azt kell, hogy mondjam, hogy elég széles körű az érdeklődés. Nagyon sok magyar vendégünk van. Kempingbe hollandok, németek nagyon sűrű megfordulnak. A németek előszeretettel jönnek hozzánk, ami remélem ezt a jó szokásokat meg is tartja az Isten, és jönnek idén is.
neked hogy tetszik a szentességek kiállítása? Szerintem egy nagyon igényes standot sikerült felépíteni. Rengeteg látogató van. Most itt ültünk már szerintem egy jó 10-15 percig. Rengeteg érdeklődő van. Én szerintem mindenki a felől érdeklődik, hogy milyen programokat, mit kínál szentes maga. És szerintem, ha azoknak az érdeklődőknek legalább a fele vagy háromnegyede el tud jönni, és megnézi élőben, hogy valójában mit tárulkozik elé, miest beér szentesre, szerintem nem fognak csalódni. Téged azért egy egész ország ismer, ha valakit szentesre invitálsz, összebarátkozol valakivel, akkor mit mondasz neki, miért jöjjön? Mert minden egy helyen van, és mindent megtalál, és mindent ki tud használni. A termárfürdőt értem, aki gyógyulni vagy kikapcsolódni vágyik, vagy akár a strand élményfürdőre mondjuk azt, és akármilyen sportágat ki tud próbálni. Szóval azért mondom, minden egy helyen van, szóval én szerintem mindenki megtalálja a számítását, csak jöjjön el Szentesre és nézze meg. Neked személy szerint Szentes mit jelent? Mivel szegvári vagyok, úgymond Szentes a második szülővárosom, és most már becsatlakozott úgymond Budapest is szülővárosaim közér, mert ezen a három helyen végül Szegvárról indultam, Szentesre értem be, és tovább jöttem Budapestre. A Szentes az középen megmarad mindig, mint a visszatérő város számomra, ahova mindig haza tudok menni, ugyanúgy, mint előzőleg Szegvárra, vagy éppen most már Budapestre, hogy jövök.